egy ember szól, de milliók nevében. Én magammal akarok békében élni, nem a világgal. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóján minden nap idézzünk fel egy Petőfi verset, abból a hónapból, amelyben írta, s vélhetőleg abból a napból, amelyen írta. Hogy teljesüljön a téli esték csodája, és mindenik jó szó, mely máskor csak a légbe röpültán, most beszáll a szív közepébe. Homfidal, Tied vagyok, tied hazám, e szíve lélek, kit szeretnék, ha tégedet nem szeretnélek? Szent egyház keblen belseje, oltára képed, te állj, s ha kell, a templomot eldöntöm, érted? S az összeroskadó kebel végső imája, áldása honra, Istenem, áldása rája. De én nem mondom senkinek, ki nem kiáltom, legkedvesebben, hogy te vagy a nagyvilágon. Titkon kísérem lépteid s mindegyre híven, nem mint az árny az utazót, csak jó időben, de mint az árnyék nő időn az est közelget, nő, búm, ha sötétedni kezd, hazám fölötted és elmegyek, hol híveit pohárt emelve a sorstól új fényt esdenek szent életedre, s kihajtom egy cseppig borát a telt üvegnek, bár keserű, mert könnyeim beléperegnek. peregnek. Debrecen 1844. január 1 -e, február közepe között. A honfidal egyik korai megnyilatkozása Petőfi hazaszeretetének. Ez a hazaszeretet már az első zsenge megnyilatkozásaitól fogva azért nagyon éles kontúrokkal rajzolódik ki elénk. Például, hogy nem harsány ez a hazaszeretet bent van a szív mélyében. Mint ahogy ma is elmondhatjuk, hogy nem az szereti a hazáját, aki harsányan érvel mellette, meg a magyar vagyok kifejezéssel számtalanszor előhozakodik, hanem az, aki belül mélységében, a kulturáltságában, a nyelv tisztasága megőrzésében, a gondolkodás szabatosságában és a honfitársai felé való tisztességes megfogalmazásban áll elébük, és áll az ő hazaszeretete is. Ez az igazi haza szeretet, hogy később a 20. század második felében Pirinszki János mondta, hogy nem, ne emelvényről szeressük a hazát, hanem a polgáraival való együtt szenvedésből szeressük a hazát. És ez a második, ami a Petőfi verssel, a Honfi dallal kapcsolatban eszünkbe juthat, az a keserűség, ami itt még csak egy kép, hogy megiszom a pohárból a bort, vagyis a palasz mélyéből is az utolsó cseppig kiszom a nedűt, de hát az a nedű a könnyeim a keserű könnyeim, mert sokszor a haza síralmas állapotban van, vagy mondhatnám talán így, hogy mindig abban van, csak néha elfödi egy-egy siker, vagy egy-egy eltunyulás, egy-egy elalvás előttünk, hogy a haza mennyire rossz állapotban van. Petőfi a hazáról nagyon sok dalt költött és ez a honfidal 1844 elejéről, amikor nyomorok hazája földjén, és ott, ahol a leginkább magyarnak szokták nevezni magukat Debrecenben, ami külön kis ország tulajdonképpen a, a hazában, itt írja a Homfidalt oly sok más rövid, magyaros formájú, tehát ütemhangsúlyos szólamnyomatékos verseiben, amelyben kezdő, kezdeti megnyilatkozását adja 21 évesekkor Petőfi, ne várjunk tőle még olyan telt hangú szót, mint akár egy fél évvel később a híres az Alföld című versében, vagy később a Magyar vagyokban, vagy a népnevében, de Petőfi pályájához ezek a zsengék is hozzátartoznak, és közöttük ez a homfidal.